Van az az érzés, amikor éjszaka próbálsz aludni, fekszel az ágyadban is, már számolod a bárányokat 2 órája, de semmi más nem megy a fejedben, csak a top 10 legkínosabb pillanataid játszódnak le újra, meg újra, meg újra, meg újra, és nem hagynak aludni. Nagyon munkás élmény, 10/10 mindenkinek ajánlom, de én személy szerint inkább aludni szeretnék. Ehhez viszont az kell, hogy feldolgozzam a traumatikusan kínos élményeimet. És erre a legjobb megoldás, mondjuk ki együtt, elmenni terapeutához. Nem, nincs pénzem rá. Ezért inkább elmondom ország világ előtt a legkínosabb pillanataimat, amik kísértenek éjszakánként. Miért is csinálom ezt? Az egyik kedvenc emlékem, amitől nem tudok aludni éjszakánként, az a nyilvános pisilés története, ami nem direkt történt. Szóval én is, úgy, mint sok más fiatal bajtársam, 14-15 évesen elhúztam a belemet a kukoricásba címerezni, mert valamiből finanszírozni kellett a bugykost, meg a rengeteg bolonyai pizzát. Mondjuk, ha nyári fizetésemet félretettem volna, és nem olcsó krumpliból rothasztott a vodkára költöm, akkor lehet, hogy most lenne is belőlem valami értelmes ember, és nem darabonként próbálnám újraéleszteni a maradék agysejtjeimet valami random defibrillátorral, amit találtam a vásárba. Szóval kipottyantottak minket az izzadságszagú osztálykirándulásra emlékeztető buszból, ami alapból is már tele volt ellenséges arcokkal. Ilyen természetes ellenségeskedés ment. Én utáltam őket, mert tisztában voltam vele, hogy ha lehetőségük lenne rá, akkor hozzákötnének egy kocsi hátuljához, és addig gyorsulnának, amíg pofára nem esnék. Ők meg utáltak engem, mert szivárvány maffia tag vagyok. Végig meg volt ez a GTA banda háborús hangulat a buszon, aztán kiraktak minket a susnyel szántás kellős közepére. Azelőtt csak popcornos dobozon láttam kukoricát, totál el voltam tájolodva, azt sem tudtam, hol vagyok, nem tudtam, hogy merre van az előre. Címerezni kellett, és elvileg meg is mutatták, hogy mit kell pontosan csinálni, de őszintén szóval mai napig nem tudom, hogy mi lett volna a feladatunk. Csak annyi maradt meg, hogy rothadtam a napon 45 fokban július kellős közepén, és nyakaltam a vizet, mint a kiszáradt szobanövényed, ami ott van a sarokban, amit mindig elfelejtesz megöntözni. Ez nem is diákmunka volt, hanem inkább ilyen magyaros éhezők viadala összekeverve a való világgal, mert amíg én küzdöttem a szántás közepén az életemért, addig haverom a kukoricás szélén valami random szerencsétlen lányt fűzött éppen, a többiek meg cigiztek a dombtetőn, hol ott voltunk a semmi közepén, tudod konkrétan, mikor kimész a nagyszüleidhez vidékre, és nincs rendes WC-se, csak a természetben tudod kiengedni a dolgaidat a Bambi mellett. Ami aggasztó volt, mert nem volt WC a semmi közepén, de muszáj volt innom, ha nem akartam ott helyben elcsofadni, és nagyon-nagyon kicsi a hólyagom is, szétstresszeltem magam, mert én az a fajta ember vagyok, aki otthon indulás előtt elmegy pisilni, aztán mire leérek a harmadikról a földszintre, már érzem az ingert, hogy pisil nem kell, még akkor is, ha nem ittam egy kortyot se, csak a saját nyálamat nyelem. És ha tudom, hogy nincs pisilési lehetőség a közelben, akkor instant bepánikolok és elkezdek szorongani. Van az az érzés, amikor elmész moziba, és a film végére már annyira kell pisilned a rengeteg vízezett kólától, hogy csak pingvinjárásban tudsz kicsaszogni a WC-ig, nehogy becsurranjon a dolog idő előtt. Na, én így éreztem magam minden egyes munkanap végén, csak 17-szer rosszabb volt. Pláne amikor hazafele döcögtünk a Szántóföldről, a 70 éves Ikarusz buszon, ami összevisz az ögykölődött, a húgyhólyagom az életéért könyörgött. Hallottam, ahogy sikítozik. Annyira koncentráltam, már úgy éreztem magam, mint valami akciófilmben, ahol az egész emberiség jövője a pisi visszatartó képességemen múlik. De nagyon szorított a helyzet, már kerestem a katasztrófa elhárítók számát. Miközben egy egész busznyi bűzölgő tinédzser izzadságszagától jött fel a reggeli, és szó szerint majdnem felrobbantam belülről, már az is megfordult a fejembe, hogy lehet ki kéne engednem, talán nem veszik észre. De ez nem ez a kis chip-chap helyzet volt. Ezzel konkrétan egy tucat kártislagot megszégyenítő gyorsasággal töltöttem volna fel egy egész cefrés hordót. Már az összes istenhez imádkoztam azért, hogy menjen gyorsabban ez a kurva busz, patakokban folyt rólam az izzadság, nem a hőség, hanem az izgalom miatt. Harcolnom kellett az életemért, mint egy gladiátor. A büszkeségemért, a méltóságomért, a buszülésért, ami a seggem alatt volt, és a nadrágom épségéért is. Minden egyes másodperc egy egész órának tűnt, ami elég para volt, mert 1 óra volt maga a hazaút. Próbáltam felállni, próbáltam leülni, próbáltam jogázni, próbáltam kiizzadni a dolgokat magamból, még próbáltam kísérni is a picsimet, ami határozottan nem sikerült, csak hülyének néznek tőle az emberek, mert fogalmuk se volt, hogy mi a bajom. Egy ponton megpróbáltam még több vizet inni, hát ha attól jobb lesz. Nem lett. Fejben elkezdtem megírni a búcsúlevelemet a családnak, barátoknak, mert biztos voltam benne, hogy elszakad a cérna, és bevágnak nyilvános vizelésért. Kedves szeretteim, sajnálom, hogy szégyent hoztam a fejetekre, de nagyon kellett már. Semmi más nem járt a fejemben, csak a megkönnyebbülés gondolata. Nem volt más választásom, vagy a becsületem, vagy a hólyagom, és végül a hólyagomat választottam. Amúgy nem rossz a bőri, azt leszámítva, hogy mindenki húgyosnak hív. De hirtelen megpillantok valamit a távolban. Kapitány!
földet értünk, város, itt vagyunk. Azonnal megmarkoltam a mellettem ülő kezét, és belenéztem mélyen a szemébe. Szabadság! Végre szabad lehetek! Na, mi a baj? Engedj már el! Ezen a ponton már nem érdekel semmi, mert érzem, hogy facsarja a szabadság szaga az orromat. Meg a büdös munkásszipőm is, ami már rárohadt a lábamra. De tudod, mit nem szagolok? Pisit! És ez a lényeg. Küzdöttem a végsőkig, és nyertesként szálltam le arról a buszról. Hazafele, hogy hullottak az örömkönnyeim, már elképzeltem azt, hogy milyen hangja lesz a WC csészének, amikor a sugaram végre hozzáér. Zenefüleimnek. Mosolyogva sétáltam keresztül az udvaron a nyári napsütésben. Aztán eszembe jutott, hogy hé, még mindig majdnem behúgyozok, és a kulcs a táskám legmélyén van, szóval elkezdek pánikolva kutatni a táskámban, ásni, mint egy mosómedve a szemetes kukában. Kutatok, de nincs meg az a kulcs, és lassan elkezd minden homályossá válni. Ebben a pillanatban már érzem a vesztem, tudom, hogy jön a vég. Aztán érzek egy éles szúrást is, vajon elkezdtek már szétrepedni a dolgaim belülről? De aztán megtaláltam a kulcsot, elfordítottam és hallottam, hogy kinyílt a zár. Abban a pillanatban tudtam, hogy rendben vagyok. Nehéz küzdelem volt, de helytáltam a végsőkig, és nyertem. Mély nyugalom kerített a hatalmába, amit még soha nem éreztem. Hirtelen elkezdtem megkönnyebbülni. Mármint szó szerint, mert éreztem valami meleget lecsorogni a lábam szárán. Keserédes érzés volt. Keserédes. De végül nem nyilvános vizelés lett a vége, csak a nadrágom bánta. Nyertem.